Jerusalem, hija de mí. Csoportos tánccal köszöntötték a Bonyhádi Gondozási Központ tagjait az intézményben dolgozók. A tánc mellett élő zenével, kürtös kaláccsal, babgulyással és sok más finomsággal lepte meg a központ az időseket. Gratulálok itt a Gondozási Központnak, hogy mindig ilyen jó szívvel gondolnak az idősekre, ilyen szép rendezvényeket rendeznek és meghívnak minket ide, mi mindig el fogunk jönni. Nagyon örülök, és nagyon jó, nagyon. Két hete, hogy ide járok, de nagyon aranyosak mindenki, és tényleg le a kalappal, hogy kár, hogy nem jöttem előbb. A gondozási központ vezetője szerint nehéz volt az elmúlt időszak, részben azért, mert a gondozottakat rendkívül megviselte mentálisan az egyedüllét. Ezért gondolták úgy, hogy amint lehetőségük nyílik rá, tartanak egy programot, ami újra összehozza a közösséget, mondja Sebestyén Orsolya. Az eseményen csak nem 80-an vettek részt. Az elmaradt farsangi bált szeretnénk próbálni, pótolni ezzel a rendezvényel, hiszen akkor február környékén rengeteg támogatást kaptunk vállalkozóktól, mind helybéli vállalkozóktól, mind az ország minden területéről, és úgy gondoltuk, hogy ha vége lesz ennek a pandémiás helyzetnek, és lehetőségünk nyílik újra nyitásra, akkor egy fergeteges bulit szeretnénk tartani, hát ennek eljött az ideje. Számos terve van az idei évre a Bonyhádi Gondozási Központnak. Többek között júliusban szeretnék elvinni az időseket egy meglepetés kirándulásra, illetve egész évben kedvezményesen élvezhetik a bonyhádi termálfürdő szolgáltatásait.